A légtérforgalmának növekedése évekre visszanyúló jelenség. Mindebbe természetesen a kisgépes világ is beletartozik. A Hungarokontrol, a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató repüléstájékoztató részlegének munkatársai 8775 kis repülőgépet kezeltek augusztusban. Ez a valaha regisztrált legnagyobb havi forgalom. Az idei évben is ma az a bizonyos emelkedés, forgalomnövekedés tovább folytatódott a nyári hónapokban is. Talakultam a kisgépes forgalom gyakorlatilag gazdasági repülésé, tehát az évszakokhoz kapcsolható forgalom csökkenés vagy növekedés már nem annyira jellemző. Gyakorlatilag jó vagy rossz időről beszélünk, és az egész évre vonatkozik. Tehát én azt gondolom, hogy ez a bizonyos növekedés tart tovább az év végéig. Természetesen arányaiban csökken, de az elmúlt évek hasonló hónapokhoz, forgalomhoz képest ugyanúgy megmarad az arány, akár két számjegyű is. A forgalom növekedés mértékét jól mutatja, hogy a Hungarokontrol munkatársai már novemberben elérték a 2018-as év összforgalmi számát, ami azt jelenti, hogy 2019-ben is több mint 1 millió gépet kezeltek a légiforgalmi irányítók. Imre Lajos Lujót sokoldalú pilótaként ismerheti a repülős világ. Pályafutását 1971-ben kezdte a Magyar Honvédelmi Szövetségnél, a MÁV Budakeszi Repülőklubjában vitorlázógépen. Ezt követően a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium repülőgép szolgálatánál dolgozott 1991-ig, ahol merev és forgószárnyas gépekkel repült. A magyar vitorlázó műrepülő válogatott tagjaként több nemzetközi versenyen vett részt. Előszeretettel repül egy Mi-2-es több célú szállító helikopterrel, azaz csirkecombbal, tudását pedig számos alkalommal megcsodálhatta már a mindenkori közönség. A Mi-2-es tervezője után elnevezett típust eredetileg a Szovjetunióban fejlesztették, első repülése is az országban volt 1961-ben. Három évvel később a projekt áttelepült Lengyelországba, ahol a világ egyetlen kizárólagos gyára jött létre. Összesen 5497 helikopter készült itt, amelyeknek nagyjából a harmadát katonai felhasználásra gyártották le. A Szovjetunió légterében 1965-ben mutatkozott be a csirkecomb, majd terjedt el a keleti blokkban, azonban érdemes megjegyezni, hogy Mexikóba és Myanmarba is adtak el belőle. Gyártása 1998-ban állt le, helyét pedig átvették a modernebb példányok. Ez volt az idei első Aerosport. Köszönjük, hogy velünk szárnyaltak! 2020-ban is várjuk kedves nézőinket a közös repüléseinkre!